Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit 2018. március 15-én, és mielőtt ünnepi műsorunkat megkezdenénk, egy technikai szolgálati közleménnyel szeretnék szolgálni. Nagyon szépen megkérném a zászlótartó barátainkat, hogy ott a sajtó színpada elől, ahhoz, hogy a sajtó munkatársai kamerák segítségével is minél több emberhez eljuttassák a ma délutáni gondolatokat, kérem, hogy egy kicsit oldalra húzódjunk ki a zászlókkal. Köszönöm szépen. És mielőtt érdemi ünnepségünk megkezdődne, kérem, hogy közösen a fúvós zenekar segítségével énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink! 1848 12 pontos követeléséből vajon van-e ma olyan, ami ne lenne aktuális? Ha föltesszük kérdések sorozatát, felelősek-e ma Magyarországon a miniszterek, minisztériumok? Igazságos-e a közteherviselés? Megszűntek-e a feudális és egyéb kiváltságok? Megfelelő-e az igazságszolgáltatás, vagy csak jogszolgáltatás van? Kínzó és súlyos kérdések. És talán az egyik legaktuálisabb. Vajon van-e ma Magyarországon szabad sajtó? Ne felejtsük el, március 15-e a Magyar Sajtószabadság napja is. Kossuth Lajos 1849-ben a következőket mondta. Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem. Hol az uralkodó nem önkény, hanem csak élő törvények szerint uralkodtatik, a sajtó szabadságában inkább támaszra, mint ellenségre talál a kormány. Ha belegondolunk, Orbán Viktor és kormánya ma éppen ezen gondolatok ellen cselekszik. Szeretném színpadra szólítani Miskolc városának képviselőjelöltjét, szóvivőtársamat, Jakab Pétert. Barátaim, magyarok, lengyelek, Isten hozott benneteket a kormányváltás előtti utolsó március 15-én. Isten hozott benneteket azon a március 15-én, amit bár naptár szerint ma ünneplünk, de ami idén rendhagyó módon valójában április 8-án fog eljönni. Április 8-án, azon a napon, amikor is mi magyarok mindannyian szerte az országban, szerte a világban egy szabadság szerető nemzet fiaihoz, lányaihoz méltón meg fogjuk vívni a magunk szabadságharcát, le fogjuk rázni az önkény, le fogjuk rázni a zsarnokságot, és egyszer mindenkorra véget vetünk a Fidesz nemzeti hűbérrendszerének. Véget vetünk a megfélemlítésnek, véget vetünk a kiszolgáltatottságnak, véget vetünk annak, hogy aki ma más gondol, mint a hatalom, az csak névtelenül, meg arctalanul gondolhat mást, mert ha névvel és arccal gondol mást, akkor holnap már számkivetett lesz a saját hazájában. De mi nem egy névtelen, mi nem egy arctalan nemzet vagyunk, hanem büszke magyarok,
akik április 8-án meg fogják mutatni, hogy mi is az a magyar becsület, mi is az a magyar virtus, mi is az a magyar jövő, ami nem tűri el, hogy holmi buta, német szilárd féle népvezérek mondják meg, hogy mit gondoljunk a világról. Elég volt a pökhendi fideszes nagyurak hatalmaskodásából. Elég volt abból, hogy helikopterekről lenézett nemzet legyünk, ahol a Fidesz szerint mindenki csak annyit ér, amennyie van. Én nem tudom, hogy nekik miük van. A vagyonnyilatkozatukból sose derül ki. De azt tudom, hogy miük nincs. Nincs jövőjük. Mert az, aki lenézi a saját nemzetét, aki megalázza a saját nemzetét, annak ebben az országban nem lehet jövője. Márpedig a Fidesz ezt teszi. A Fidesz lenézi a közmunkásokat, lenézi a szegényeket, megalázza a mentősöket, megalázza a tanárokat, és még sorolhatnám. Ilyen lenne egy nemzetben gondolkodó kormány? Nem. A Fidesznek a nemzet ma már nem jelent semmit. Maximum egy dohányboltot. A Fidesz feladott mindent, ami nemzeti. Hogy Semjén Zsolt is értse, a Fidesz a magyarok csodaszarvasát svéd rénszarvasra cserélte, de még azt is kilövik, hogyha a kereszténydemokrata úri kedvük úgy kívánja. Ők azt mondják, hogy nekik Magyarország az első, egy frászt. Nekik a saját pénztárcájuk az első, Magyarország pedig az utolsó. Egy politikai termék, ahol szabadon lehet lopni. Na ez az, aminek április 8-án véget fogunk vetni. Április 8-án a magyarok egy emberként fognak felsorakozni a legerősebb ellenzéki párt a Jobbik mögé. Április 8-án meg fog remegni a fideszes helytartó tanács, és Orbán Viktor, ha kell, Jelasicsként fog Bécsig menekülni, mert még mindig nem tanulta meg, hogy a magyarokat lenézni, kifosztani, becsapni nem lehet. Így van. Nem lehetett 1848-ban, és nem lehet 2018-ban sem. Ahogy a 48-asok, úgy mi is kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. A Jobbik immár több mint 100 sajtópert nyert meg a fideszes hazugságjárakkal szemben. Ez egy rekord. De ez a rekord nem a Jobbik dicsősége, hanem a Fidesz szégyene. Szégyen, hogy ma Magyarországnak olyan kormánypártja van, amelyiknek nincsen se programja, se jövőképe, se vitakultúrája, se vitaképes miniszterelnök jelöltje, és amely kormánypárt éppen ezért viták híján, aljas hazugságokkal, lejárató kampányokkal akarja megtörni a legerősebb ellenzéki pártot. Mert ők ma csak ennyit tudnak, nekik csak ennyiük van, hazugságuk. Ma ennyit tud a felelős minisztérium Budapesten. Hazudni, hazudni és hazudni. Hazudtak a migránsokról is. Azt mondták, hogy Magyarország nem lesz bevándorló ország, hogy ide majd egy migráns nem fognak beengedni. 22.000 millió forintból migránsoztak, sorosoztak, nemzeti konzultáltak, megszervezték minden idők legdrágább kvóta népszavazását. Azt mondták, hogy magyarok, menjetek el és mondjatok nemet a kvótákra. És a magyarok elmentek és nemet mondtak. És ők közben mit csináltak? Titokban végrehajtották. Titokban beengedtek 2300 migránst, pénzért meg 20 000-et. A 48-asok a vérüket adták azért, hogy megvédjék az ország határait. Ezek meg beengednek mindenkit, aki szépen kopog? Meg aki fizet 30 ezüstöt Havonynak meg Rogánnak? Igen, ma a nemzeti elitet nem a Széchenyik, nem a Petőfik adják, hanem ők. A Habonyok, a Rogánok, a Mészárosok. Ők azok, akik nem a saját egyévi jövedelmüket ajánlják fel a hazának, hanem mások sok évi jövedelmét veszik el saját maguknak. Miközben a magyar emberek 100 000 forintokért gürcölnek, hogy aztán majd ugyanennyit adózhassanak, addig a fideszes offshore lovagok, az Endi Vajnák, Luxemburgban, meg a Kajmán-szigetekre, meg a Szesőr-szigetekre, meg ki tudja még milyen szigetekre mennek, hogy ne kelljen adót fizetni. Ez lenne a közterviselés? Ez lenne az a közterviselés, amiért a 48-asok harcoltak? Vagy az lenne a törvény előtti egyenlőség?
hogy 28 év alatt épp csak a nemzeti vagyon tűnt el, de ezért még soha senkit nem zártak börtönbe? Az lenne a törvény előtti egyenlőség? Hogy kitör az Elios botrány, hogy kiderül, hogy Magyarországot a saját vezetői mafiaszerűen lopják szét, és még mindig nincs senki előzetesben, mert az Orbán család is benne van. Ez lenne a törvény előtti egyenlőség? Kedves barátaim, ha a 48-osok látnák, hogy mi folyik itt, ma ugyanúgy az utcára vonulnának, mint 170 évvel ezelőtt. Nem úgy, mint a békemeneletet szervező gyűlölködők, akik a rezsim oldalára állnak a néppel szemben, hanem úgy, ahogy Petőfi, Jókai, Vasvári meg a többiek tették. Magyar szívvel, józanésszel, tiszta kézzel, a néppártyán, a szabadságpártyán. Április 8-án mi is ezt fogjuk tenni. Le fogjuk győzni az Orbán rezsimet, meg fogjuk vívni a magunk szabadságharcát, és megvédjük Magyarországot nem csak a migránsoktól, de az alacsony bérektől, a várólistáktól, az Európa rekorder adóterhektől, és a hazaáruló, népnyúzó, tolvaj politikusoktól is. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm, hogy meghallgattok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy újabb idézettel folytatnám. Nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja a barátaiért. Ezek Jézus Krisztus szavai. Az önmagát polgárinak, konzervatívnak és kereszténynek tartó kormány ezeket a gondolatokat elég sajátosan értelmezi. Mert amit megvalósítanak tetteikkel, politikájukkal, cselekedeteikkel, azt a következő mottóval lehetne leírni. Számukra nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor egy országot eladhatnak a barátaiknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, aki ez ellen tehet, és amennyire tehet, azt hiszem karizmájában, habitusában, mind-mind megfelel eme kihívásoknak. Szólítom színpadra a Jobbik alelnökét, Z. Kárpát Dániel. Kedves benszülött magyar testvéreim, akik az elmúlt 2-8 évben ki voltatok szolgáltatva bankoknak, multiknak, idegen érdekeket szolgáló kormányoknak, épp itt az ideje, hogy velünk együtt visszaszerezzétek a reményt. Hogyha össze kéne foglalnom az elmúlt 8 év legnagyobb bűnét, csak arra jutnék, hogy a Fidesz millióktól vette el a reményt Magyarországon, és nem szeretnék kiábrándító lenni, de ha mi ezt nem szerezzük vissza, senki nem fogja magától visszaadni nekünk. A Fidesz elemi célja, hogy direkt politikai undort keltsen az emberekben, elérje azt, hogy minél kevesebben vegyenek részt már most az április 8-ai választásokon is, mert a saját táborát egy bolsevik hazugsággyárral mozgatva úgy gondolja, hogy az idők végezetéig meg tudja tartani a hatalmát. Minden diktatúrára jellemző volt, hogy úgy élt, mintha nem lenne holnap. Hogy úgy élt, mintha örökké tartana ez a rémálom. De minden diktatúra megbukott előbb-utóbb, és ez a mostani is megfog. És amikor azt mondják nekünk, megpróbálják elhitetni velünk és veletek, hogy annyira erős ez a mostani kormány, hogy az egyes ember alig tehet ellene valamit, hogy annyira mélyen be van ágyazva, akkor pontosan a fideszes hazugsággyárnak a szavai köszönnek vissza, mert kiderült, hogy diktatúrában nem lehet közvéleményt mérni, nem lehet hinni azon közvéleménykutató társaságoknak, akik a hódmezővásárhelyi történelmi fideszes bukás előtt 3 nappal még masszív fideszes fölényt hoztak ki. Még egyszer mondom, diktatúrában nem lehet közvéleményt mérni, és pontosan az, hogy a Fidesz-KDNP megerőszakolta a választási rendszert és egyfordulóssá tette a választást, a meglepetés hatalmas lehetőségét rejti magában, egy akkora fideszes bukás lehetőségét, ami visszahozhatja a reményt és visszahozhatja a szabadságot Magyarországra.
El kell, hogy mondjam nektek, mi jobbikosok rendelkezünk egy programmal. Tudjuk, hogy milyen bérlakás programot akarunk Magyarországon, hogy akarjuk a devizahitelkárosultak helyzetét megoldani. Minden tudunk arról, hogy hogyan lehetne gyarapítani ezt az országot, amit 8 év alatt ellenzékben meg lehetett tanulni a parlamentben. Meg lehetett tanulni, hogy hogyan ne csináljuk. És szerettünk volna szakmai vitákat folytatni a programunk alapján. Csak nincsen kivel, mert velünk szemben áll egy bolsevik típusú hazugsággyár, amelyiknek nincsen programja. Nincs elképzelése arról, hogy milyen Magyarországot szeretne. Nincsen jövőképe a fiatalok számára, akik menekülnek el ebből az országból. Viszont van egy bolsevik hazugsággyára, amely jelentem több mint 100 pert veszített el a Jobbikkal szemben. A legaljasabb, a legundorítóbb hazugság áradatot zúdítva a magyar sajtótörténet egészét tekintve Magyarországra. És azt is szeretném elmondani, hogy ezek a fideszes hölgyek és urak úgy gondolják, hogy nagyon mélyen beágyazták magukat. Valóban kicsit olyan az érzésünk, mint a trónok harcában, amikor a király segítője megérkezik a városba, a fővárosba, és mindenhol lenisztereket lát, mindenhol szőke hajfürtök és kék szemek köszönnek vissza, akármelyik sarkon pillant túl. De a helyzet az, hogy ezek a leniszterek borulni fognak, mert egyik diktatúra sem lehet örök, és elérjük Magyarországon azt, hogy a reményt és ennek az ország építésének a hitét vissza tudjuk szerezni közösen, nem csak bizonyos pártcsaládok számára, és nem csak egy-egy szekértábor számára. Mert miközben Orbán Viktor hazugsággyára dübörög, szembe jön a valóság. Miközben Orbán Viktor 2015-ben világkvótáért könyörgött az ENSZ-ben, addig a Jobbik frakció tagjai önkéntes munkán vettek részt Ásotthalmon, hogy segítsünk a tanyasiaknak helyreállítani a rendet azután, amit a migrációs vadcsapások okoztak. Amíg a devizásokat a bankokkal karöltve a Fidesz-KDNP kifosztotta, addig a Jobbik képviselői fizikailag igyekeztek megakadályozni kilakoltatásokat, és többük ezért egy éven keresztül bíróságra járt. Össze lehet hasonlítani tehát, hogy kinek jár a szája, és ki az, aki a tettek mezején is ott van. És mi nem kérkedni szeretnénk ezekkel a dolgokkal. Talán meg tudjátok erősíteni, hogy nem ez szerepel a jobbikos képviselők közösségi oldalain, vagy a sajtónyilatkozataiban. De mi igenis megvédjük a közösségünk tagjait, megvédünk mindenkit, aki támadásér, és ugyanígy, ha Vona Gábort, vagy a közösségünk bármely tagját éri nemtelen támadás, számíthat arra, hogy ez a közösség igenis megvédi, nem politikai okokból, nem politikai érdekek mentén, hanem azért, mert csak közösségi lét mentén képzelhető el egy normális Magyarország építése, ahol nem lakoltathatnak ki senkit mindenféle jogsértéssel, ahol nem foszthatnak ki senkit büntetlenül, ahol bérlakás programmal jövőt lehet építeni a fiatalok számára, ahol bérunióval rendezni lehet a megalázóan alacsony fizetéseket. Nekünk erről kéne beszélni egy választási kampányban. Erről kellene, hogy viták folyjanak. És mi a valóság? Mi Orbán Viktor valósága? Még egy miniszterelnök jelölti vitára sem mer kiállni Vona Gáborral szemben, mert fél és retteg ez a jelenlegi hatalom. Jelentem, van is mitől. És el kell, hogy mondjuk, miközben a kétszer elmúlt 8 évben Gyurcsányféle kétes módon meggazdagodott milliárdosok, Bajnaiféle idézőjeles szakértők és saját pénztárossal és lőrinccel rendelkező Orbán Viktorok váltották egymást, van egyetlen politikai szereplő. Van egy valaki, akit a milliárdosok és a tolvajok között érdekes módon senki nem mert megvádolni azzal, hogy bárkitől elvett volna egy forintot Magyarországon. Ezt az embert pedig Vona Gábornak hívják, és én azért vagyok benne biztos, hogy ő a jövőnk letéteményese, mert kívül áll ezeken a körökön. És amíg tehát a Jobbik egy olyan miniszterelnök jelöltet tud csatasorba küldeni, akivel a legnagyobb politikai ellenfél vezetője nem mer leülni egy vitára, nem mer szakmai érveket ütköztetni, és amíg Vona Gáborral szemben csak tolvajok vagy kétes módon meggazdagodott furcsa személyek ülnek, addig azt mondom, hogy ebben az országban van remény. Van egy programunk, egy otthonteremtési, egy devizás, egy mezőgazdaságról szóló, és ha kormányra kerülünk, ezt megvalósítjuk. De megvalósítunk, keresztül viszünk még valamit,
azt, amit 28 éve mindenki csak ígérget, és amit nem csinált meg senki, elszámoltatást kell véghez vinnünk. Sokszor kérdezik tőlem, hogy kit akarunk elszámoltatni. Mindenki. Hát elmondom, hogy mondjuk devizahitelkárosultak ügyének kapcsán kiket számoltatunk el. Nem csak az érintett kereskedelmi banki vezetőket akarjuk a vádlottak padján látni, de azokat a végrehajtókat, akik túlkapások áradata közepette fosztották ki a magyarokat, azokat az állami felügyeleti vezetőket, akik rátok engedték ezt a pénzügyi merénylet sorozatot, és adott esetben még azokat a közjegyzőket is, akik nem tartották be a törvényt. Tehát ha valódi elszámoltatást akarunk, az asztalosok és ácsok annyi megrendelést fognak kapni, hogy elegendő vádlottak padja álljon rendelkezésre, hogy belegebednek a munkába. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt jelenlévők, kedves barátaim, most pedig hívok egy régi ismerőst a színpadra, hogy előadja Petőfi Sándortól a nemzeti dalt. Kérem, fogadják szeretettel Vári Kovács Péter színművészt. Csaupra! Magyar! Híj a haza! Itt az idő most, vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés! Válasszatok! A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy a rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ős apáink, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Se onnani bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kard. És mi? Mégis láncot hordunk! Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot! A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy sajátos időket élünk. Ma már nem a tisztességes és becsületes munka alapján a legtöbbet adózó emberek a magyar gazdaság motorjai vagy tartóoszlopai, nem. Őket hívták régen viriliseknek, ma nem ez van. Ma a szervilisek tobzódnak. Ma a társadalmi mobilitásnak Magyarországon nem a tehetség, nem a tudás, nem a szorgalom a feltétele, hanem kizárólag az Orbán Viktorhoz fűződő lojalitás megléte és mértéke. Ez az,
ami meghatározza ma Magyarországon a boldogulást. Mi nyíltan ez ellen akarunk tenni, és egy normális, élhető Magyarországot teremteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, következzen a Jobbik alelnöke, frakcióvezetője, Volner János. Kedves barátaim, rövidesen egy nagy erőpróbára készülünk, le kell váltanunk egy kormányt, amit egy olyan ember vezet, aki a Kommunista Ifjúsági Szövetségben kezdte a pályafutását, Soros György pénzén, Soros György befolyásával lépett be a magyar belpolitika világába, hosszú időn keresztül alelnöke volt a Liberális Internacionálénak, majd pedig mindenkit megszégyenítő módon a legnagyobb tolvaja lett ennek az országnak. Ő ugyanis nem a javát akarja ennek az országnak, hanem a javait akarja megszerezni. Amit először is le kell szögeznünk, én belülről látom a parlamenti frakciónkat, látom azt a lelki állapotot, amiben a képviselőink vannak. Arról kell, hogy beszámoljak mindenkinek, hogy minden egyes aljas támadás, amit Habony, Endi Vajna, Mészáros Lőrinc és satöbbi médiája ránk hány, amikkel minket támadnak, csak megacélozza a harci kedvet bennünk arra, hogy ezt a bandát leváltsuk és eltakarítsuk. És ha megengeditek, nekem egy nagyon fontos dologra fel szeretném hívni a figyelmüket. Az az, hogy harcolni megyünk, de nem mindegy, hogy ki ellen fogunk harcolni. Nekünk nem az a dolgunk, hogy megbántsuk, megsértsünk olyan embereket, akik más pártokra szavaznak. Nekünk az a dolgunk, hogy Orbánékat váltsuk le, és azokra az emberekre, akiket Mészáros Lőrinc, Habony Árpád, Endi Vajna, Garancsi István és hasonszőrű alakok médiája tévedésben tart, megtéveszt, rájuk úgy gondoljunk, mint magyar testvéreinkre, akik valamiért nem ismerték föl az igazságot, és kellő türelemmel forduljunk hozzájuk annak érdekében, hogy meg tudjuk őket győzni arról, hogy van egy jobbik lehetőség a mostaninál, és meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket a kormányváltás érdekében. Fontos néhány szót beszélni arról a nagy feladatról, ami előttünk áll. Sokat és sok helyről lehet hallani a korrupcióról. Nem is erről szeretnék most elsősorban beszélni, hanem arról, hogy milyen világot öröklünk meg, ha átveszük a kormányrudat Orbán Viktoréktól. Csak egy állami vállalat példáját hozom föl nektek, a MÁV-ét. Ha a MÁV-nak ásványvízre van szüksége, van egy sikeres felcsúti vállalkozó, Mészáros Lőrincnek hívják, ő szállítja az ásványvizet. Ha a MÁV-nak fel kell újítania a vasúti sorompót, ismerek egy felcsúti vállalkozót, akinek a cége felújítja a MÁV részére a vasúti sorompókat. Ha MÁV-nak vasutat kell építeni, akkor megint csak egy felcsúti vállalkozó cége alkalmas erre a feladatra, ők azok, akik ezt a tevékenységet elviszik. Egyet lehet látni, hogy Orbán Viktor bár azt mondja, hogy nemzeti tulajdonba kell venni a magyar gazdaságot, ebbe igaza van, másik oldalról azonban mégiscsak hazudik, mert nem nemzeti tulajdonba vette, hanem a saját magán tulajdonába és a Strómainek a tulajdonába vette szép lassan több lépésben is. Nekünk először is meg kell szüntetnünk a magyar gazdaság duális jellegét, vissza kell vennünk a Fideszhez kötődő oligarcháktól a pénzt, el kell őket számoltatni, de gondoskodnunk kell arról is, hogy végre olyan a magyar kormánya legyen ennek az országnak, amely a magyar kis- és középvállalkozásokkal köt stratégiai szerződéseket, nem pedig a multikkal. Úgy legyen.
Tessék belegondolni abba, hogy Orbán Viktor mit ígért, és ehhez képest mi az, amilyen vállalást tettünk mi a Jobbik programjába. Orbán Viktor azt ígérte, hogy majd a magyar vállalkozók oldalára áll a magyar állam, ehhez képest azt látjuk, hogy a támogatások kétharmadát a multik kapják meg. Azt látjuk, hogy a multik 20-40 millió forintot kapnak munkahelyenként az új munkahelyek teremtése után, miközben a magyar kis- és középvállalkozásoknak semmi nem jut. Nekünk ezen a helyzeten változtatni kell. És azt látjuk, hogy amikor a miniszterelnököt megkérdezem a parlamentben arról, hogy miért van az az igazságtalan állapot Magyarországon, hogy egy magyar vállalkozó adóterhelése az osztalék adó miatt jóval nagyobb egy itt megtelepedett külföldi cégénél, akkor a miniszterelnöknek és a körülötte levő fideszes politikusoknak az egészről halvány gőze nincs. Mert őket egyik kérdés sem érinti. Ők ugyanis nem vállalkozásokat üzemeltetnek, hanem olyan gazdasági szervezeteket, amelyek a költségvetés forrásait folyamatosan kiszibolyozzák. Nagyon fontos nekünk arról gondoskodni, hogy megállítsuk a külföldiek beáramlását Magyarországra. Ezt ugyanis Orbán Viktor ígéri, de pont az ellenkezőjét teszi. Érdemes arra gondolni, hogy a letelepedési kötvényekkel 20 ezer kínai és egyéb állampolgárt engedtek be Magyarországra, biztosították nekik a magyarországi letelepedés lehetőségét, gyakorlatilag kilóra kijárulva Magyarországot. Nekünk arról is gondoskodni kell, hogy vissza tudjuk venni a saját gazdaságunk fölött a rendelkezést. Vissza kell venni a Tiborcz Istvánoktól, a Mészáros Lőrincektől, az Endi Vajnáktól és a hasonló oligarcháktól. És az is nagyon fontos, hogy végre olyan egészségügye legyen ennek az országnak, ahol nem a betegek és a hozzátartozóik viszik be a gyógyszert és a kötszert a kórházba, hanem a kórház maga is rendelkezik ezekkel a javakkal, és maga is a betegek rendelkezésére tudja bocsátani. És fontos az is, hogy végre 21. századi oktatás legyen Magyarországon. 21. századi oktatás. 8 év Fidesz kormányzás után Orbán Viktoréknak nincs kire mutogatnia, az övék volt az elmúlt 8 év. Az elmúlt éveknek az a szomorú folyamánya, hogy a ma 15 évesek között 25% a funkcionális analfabéták aránya. Ezt nem én állítom, egy kormányzati felmérésben olvastuk. 25%-a a 15 éveseknek funkcionális analfabéta. Mindannyiunknak meg kell érteni, hogy a magyar gazdaságba a Jobbik azért szeretne több pénzt tenni, mert a magyar jövőt a tantervekben jelenleg vívják meg. A magyar gazdaság jövőbeni hozzáadott értéke, a magyar jólét, az ország népesség megtartó képessége azon fog múlni, hogy elegendően magas színvonalú-e a magyar oktatás, hogy tudunk-e a 21. századi követelményeknek megfelelni. És fontos azt látni, hogy Orbánéknak mi áll az érdekükben, és erről őszintén beszélni kell. Orbánék azt szeretnék, ha minél több fiatal elmenne ebből az országból, azért, mert a fiatalok nem a Fideszre szavaznak. Azért, mert a fiatalok elsősorban a Jobbikot támogatják, az egyetlen valódi kihívó erőt, az egyetlen kormányváltásra esélyes ellenzéki pártot. És fontos azt is látnunk, hogy amikor az oktatásról beszélünk, és ennek a gyakorlati jelentőségéről, akkor Orbán Viktorék milyen jövőképet szánnak Magyarországnak. Ők még nem beszélnek erről, de Garancsi István cégének tulajdonosa, pontosabban cégének vezérigazgatója és hasonló menedzserek már igen. Ők azt tervezik, hogy az eltávozott magyar emberek helyét, azért a félmillióért, akit Orbán Viktor kormányzása üldözött el külföldre, majd át fogják venni a kínai, a pakisztáni, a vietnámi és egyéb munkások. Ők ezt tervezik jelenleg. És nekünk ezt a hazaáruló politikát minden erőnkkel meg kell állítani, meg kell akadályozni. Én mindenkitől tisztelettel azt szeretném kérni, hogy április 8-án ne csak mi magunk menjünk el szavazni, hanem minél több embert vigyünk magunkkal. A Fidesz nagyon jól mozgósít. A Fidesz a Kubatov listák alapján halad lakásról lakásra, tudják, hova kell bekopogni, tudják, kinek mit kell mondani,
hol kell letenni a krumpli adományt a szavazások napján. Nekünk akkor lesz esélyünk, és akkor fog sikeres lenni a kormányváltás, ha mi magunk is jól mozgósítunk, minden ismerősünket, barátunkat megkérjük arra, hogy menjen el, legyen magas a választási részvétel, és ne csak listán, hanem egyéni választókerületek szintjén is a jobbikos jelöltet támogassa, azért, hogy végre tudjuk hajtani a kormányváltást. És azoknak a kétkedőknek, akik azt mondják, hogy ugyanúgy fog lopni a következő kormány, mint ahogy Orbánék loptak, el kell mondani azt, hogy 200 jobbikos vagy jobbik szimpatizáns önkormányzat van Magyarországon, sehol még csak gyanúja sem volt korrupciós esetnek. Bebizonyítottuk azt, hogy szakértelemmel, hitelesen, a közpénzek iránt tiszteletet és tiszta kezet tanúsítva tudtuk kormányozni, vezetni ezeket a településeket. Joggal kérjük azt, hogy az országot is bízzák rá. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mielőtt a következő szónokot felkonferálnám, szólítom színpadra a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2018-as választásának egyéni országgyűlési. Köszönjük szépen! Megérdemlik, higgyék el! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Egy felelős vezető figyel és meghallja mások véleményét. Egy felelős vezető programot alkot, érvel, és azokat is szolgálja, akiknek adott esetben más a véleménye. Egy despota ezzel szemben nem hallgat semmire, de rákényszeríti az akaratát mindenkire. Egy despota nem ír programot, nem érvel, nem vitatkozik, hanem kinyilatkoztat. És egy despota nem szolgál senkit és semmit, csak a saját hatalmát. Egy felelős vezető betemeti a társadalmi árkokat. Nem szétszakít, hanem integrál. Egy despota ezzel szemben csak megoszt, csak szembefordít mindenkit mindenkivel, és uralkodik. Április 8-ának tétje vajon milyen vezető fogja irányítani Magyarországot? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, fogadják nagy szeretettel a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnökét, miniszterelnök jelöltjét, Vona Gábort. Isten hozott mindenkit. Isten hozott 3 héttel Magyarország megújulása előtt. Akik itt vagytok most, és itt vannak a téren, talán nem hallották, hogy nem is olyan messze Magyarország leköszönő miniszterelnöke mit mondott. Azt mondta, hogy a választások után elégtételt fog venni rajtunk. Megfenyegetett benneteket, megfenyegette önöket és megfenyegette Magyarországot. De mi nem félünk tőle, féljen csak ő, mert neki van félnivalója. Utoljára a kommunizmus bukásának utolsó napjaiban Grósz Károly fenyegette meg a magyar embereket. Mi azt üzenjük innen a leköszönő miniszterelnöknek, hogy úgy fog járni, mint Grósz Károly, menni fog a történelemkönyv sötét lapjaira, április 8-a után bukni fog. Ezt üzenjük innen neki.
Drága magyar barátaim, március 15-e van a szabadság napja. És nekünk, magyaroknak jogunk van ünnepelni a szabadságot. Hiszen a történelem során annyit lelkesedtünk érte, annyit küzdöttünk érte, és annyiszor folyt a magyar vér a szabadságért, hogy kivívtuk magunknak a jogot, hogy minden évben ezen a napon ünnepeljük a szabadságot. Jogunk tehát van, de van-e okunk rá? Van-e okunk ma a szabadságot ünnepelni, amikor az általános közérzet, a félelem, a keserűség, a harag és a fájdalom? Ahhoz már hozzászoktunk a történelem során, hogy a külső hatalmak, a nagyhatalmak mindig veszélyeztetik a mi szabadságunkat. Hogy a külső szabadságunk állandóan fenyegetett. Szinte megtanultunk ezzel együtt élni. De most nem is igazán a külső hatalmaknak, a nagyhatalmaknak a száraz, rideg érdeke veszélyezteti a mi szabadságunkat, hanem egy belső hatalmaskodónak az elnyomása és a tébolya. Tavaly azt mondtam, hogy olyan érzésem van, mintha lépésről lépésre, pontról pontra süllyednénk vissza és sodródnánk vissza a kommunizmusba. Ahol az ország élén egy korrupt zsarnok áll, körülötte pedig a párt funkcionáriusok, akiknek minden szabad. Azóta eltelt egy év, és a helyzet nem javult. Sőt, azt gondolom, a helyzet egyre rosszabb. Most már az az érzésem, hogy nem is a kommunizmusba térünk vissza, hanem a középkorba, a feudalizmusba. Most már nem is egy korrupt zsarnokon az ország éli, hanem egy korrupt kiskirály. És őt már nem is párt funkcionáriusok veszik körül, hanem nagyurak. Szépen lassan visszatérünk a feudalizmusba. És ezek a nagyurak, ahogy elődeik, vadászkastélyokban laknak. Ugyan nem hintókkal közlekednek, hanem helikopterrel és jachttal, de azért kastélyokban élnek. És ugyan nem gyimszarvasokra vadásznak a Bakonyban, hanem rénszarvasokra Skandináviában, de azért vadászgatnak. Ugyan nem kilencedet szednek törvény szerint, hanem mindent ellopnak törvénytelenül, és nem magyar bortól részegednek le, hanem kokaintól Ibizán, és lassan oda lyukadunk ki, és oda tartunk, hogy még az első éjszaka jogát is követelni fogják. Persze, hogy egy ilyen országból, egy ilyen fullasztó országból menekülnek a fiatalok. Hiszen ahol a félelem irányít, ahol a szabadság messze futott, nem jó élni. Onnan elmenekülnek az emberek. És nekünk, akik változást akarunk, akik nem csak hiszünk a kormányváltásban, hanem tudjuk, hogy ezt meg is fogjuk csinálni. Akik tudjuk azt, hogy április 8-ától egy új korszak vár Magyarországra, nekünk programot kell adnunk, utat kell mutatnunk, jövőt kell mutatnunk Magyarországnak, minden magyarnak a világ bármely pontján, hogy milyen az az ország. Milyen az a Magyarország, amelyben majd mi élni fogunk. Amelyből a gyermekeink nem akarnak elmenekülni. Ahol a nagyszüleink nem sírnak többé. Ahol a munkavállalókat megbecsülik. Ahol jó élni. És ahol jó magyarként élni. És természetes, hogy március 15-én az ember a gondolatait, a programját, a jövőképét, a vízióját 12 pontba foglalja. Úgyhogy most mondok én is 12 pontot a kormányváltást akarók és a kormányváltást kiharcolók 12 pontját. Első pont. Valódi biztonságot akarunk, nem óriás plakátokkal, hanem határőrséggel. Semmiféle kvótát, se európait, se világkvótát. Erős és igazságos Európát akarunk, ahol a magyarok magyarként lehetnek európaiak, akár itt az anyaországban, akár a határokon túl. Harmadik pont, valódi demokráciát fogunk teremteni független intézményekkel, és ami talán a legfontosabb, amire a leginkább szomjazik ez a nép,
kíméletlen elszámoltatást. Negyedik pont. Működő egészségügyi és szociális rendszert szeretnénk, ahol megvédjük és meggyógyítjuk a betegeket és a rászorulókat, és ehhez egy önálló egészségügyi minisztériumot fogunk felállítani. Ötödik pont. Modern 21. századi oktatást, ahol tisztelik a diákokat, tisztelik a fiatalokat, tisztelik a jövőt, és amihez szintén önálló oktatási minisztérium kell. Hatodik pont. Igazságos és rugalmas nyugdíjrendszert, nyugodt időskort, ahol 40 év munkaviszony után a nők és a férfiak egyaránt nyugdíjba vonulhatnak, és ahol az átlag és átlag alatti nyugdíjak értékét jobban növeljük, mint a több százezer forintosakat. Hetes pont. Korszerű államigazgatást, ahol az állam nem kihasználja, nem felhasználja, hanem megbecsüli a közmunkásokat, a közalkalmazottakat, a köztisztviselőket és a rendvédelmi egyenruhás szervek dolgozóit. Nyolcas pont. Az önkormányzatok megmentését, hiszen mi imádjuk a fővárost. Imádjuk a megyeszékhelyeket, imádjuk a nagyvárosokat, imádjuk a kisvárosokat, de nem fogjuk hagyni a falvakat sem. Meg fogjuk őrizni a falvakat. Kilencedik pont. Több mint 10 év szenvedés. Több mint 10 év igazságtalanság. Több mint 10 év semmitevés után igazságot a devizahiteleseknek. Tízes pont. Az elvándorlás megállítását, méltó ifjúság és családpolitikát, és végre történelmi jelentőségű otthonteremtési és bérlakásépítési programot. Ezt ígérjük 2018 után. Tizenegyes pont. A multinacionális tőke elképesztő adókedvezményei helyett mi a hazai mikro, kis és középvállalkozásoknak a termelékenységét, versenyképességét és piacra jutását fogjuk segíteni és támogatni. És végül 12. pont, bérunió. Igazságos, tisztességes béreket minden magyar munkavállalóknak, és igazságos, tisztességes munkakörülmény neki. Drága barátaim, ez tehát a kormányváltás 12 pontja, és természetesen bizonyára valami kimaradt belőle, bizonyára valami hiányzott belőle, mert mindent nem lehet 12 pontba belegyömöszölni, de talán éreztétek, érezhették, hogy mi a valódi problémákkal akarunk foglalkozni. Mi Magyarországot szeretnénk építeni, Magyarországon szeretnénk sikeres és boldog egyéneket, akik sikeres és boldog közösségeket hoznak létre. És ez egy választási küzdelem is, ez valahol egy választási program, illetve kormányprogram, de amikor reggel elkezdtem készülődni gondolatban erre a mai találkozásra, erre a mai beszédre, itt a választási hajrában, akkor megfogadtam, hogy nem fogok hátranézni, és nem fogok a többi párttal foglalkozni, hiszen a kampány során szinte minden nap ezt teszem, erre vagyok kénytelen róluk beszélni, illetve a mi programunkról, de én itt és most, ezen a nemzeti ünnepen nem akarok hátranézni, csak előre. Mert aki hátranéz, és örökké csak hátranéz, az viszágyszít. Aki örökké csak hátranéz, az nem tud összefogást
és egyetértést teremteni, az nem tudja vezetni ezt a közösséget, ezt a nemzetet. És aki örökké csak hátra néz, az előbb-utóbb felbukik. És azért én előre nézek, és megfogadtam, hogy nem a rosszat keresem, hanem a jót. Nem azt keresem, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt. Nem a viszályt keresem, hanem a megegyezést. És nem a problémát keresem, hanem a megoldást. Hiszen annyi keserűség, annyi harag, annyi félelem és annyi fájdalom van ebben az országban. Mennyire könnyű, mennyire olcsó ezekre politikát építeni. De mindig erre kell nekünk politikát építeni? Mindig csak erre lehet? Mindig csak erre érdemes? Mikor vesszük már észre, hogyha a keserűségre építjük a politikánkat, akkor az még több keserűséget szül. Ha a haragra építjük a politikánkat, az még több haragot szül. Ha a félelemre építjük a politikánkat, az még több félelmet szül. És hogyha a fájdalomra építjük a politikánkat, az még több fájdalmat szül. Meddig akarjuk még ezt csinálni? Mikor vesszük már észre, hogy ebből elég? Hiszen a szemünk láttára mennek ki a fiatalok, a szemünk láttára mennek ki a gyermekeink, az unokáink, mert nem érzik itt jól maguk. Látjuk, ahogy sírnak a szülék és sírnak a nagyszüleik. És mi itt Magyarországon, akik itt vagyunk még, belebetegszünk szó szerint. És milyen ország az, ahol már nem a szülők, nem a tanárok, nem a pedagógusok, nem az egyetemisták és nem a főiskolások tüntetnek, hanem a középiskolások. Meddig várjunk még? Az óvodásoknak kell utcára menni? Talán naív vagyok, talán sokan hiszik azt, hogy naív vagyok, de én ezt nem akarom elfogadni. Nekem ebből elegem van. Nekem ebből elég. Én nem akarok soha többé magyar ember ellen harcolni. Ha harcolni kell, akkor harcolok a bennem lévő rosszal, vagy a másokban lévő rosszal. Harcolok a félelemmel, a keserűséggel, a haraggal, az elnyomással, a korrupcióval. De nem akarok másik magyar emberrel harcolni többé. Miért kell nekem harcolni egy tisztességes jobboldali emberrel? Miért kell nekem harcolni egy tisztességes baloldali emberrel is? Miért kell nekem harcolni bármilyen tisztességes magyar emberrel? Miért? Mert a 20. században ezt tettük? Mert a 20. században ezt tettük, vagy mert néhány éve még talán mi is így láttuk helyesnek? Vagy mert Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor így szerezte meg a hatalmát és erre építette a politikáját? Én azt tanultam meg az elmúlt 28 év tapasztalatából, hogy aki negatív energiákkal égetett téglákból épít várat, az, ha ez a vár fölépült a vár tornyára, az elnyomásnak, a gyűlöletnek és a félelemnek a lobogóját tűzi ki. És lehet, hogy elcsépelt szavak, amiket mondok. Lehet, hogy elcsépelt szó az, hogy szeretet, hogy szeretem a másik magyar embert. Hogy összetartozom vele. Hogy közös célokat akarok vele. Hogy egy vérből vagyunk. De nekünk ezekből a téglákból kell várat építenünk. És ehhez az építkezéshez kell meghívnunk minden jó akaratú, tisztességes, jó szándékú magyar embert. Magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel. Hogy belépítsük ezt a várat, hogy fölépítsük ezt a várat, amelynek majd lesz egy tornya. De ennek a várnak a tornyában nem a félelem, nem az elnyomás, nem a keserűség, nem a lopás, nem a harag zászlaja fog lobogni, hanem az a zászló, amelyért annyiszor lelkesedtünk, amelyért annyiszor küzdöttünk a történelem során, amelyért apáink vére folyt,
és ez a zászló pedig a szabadság. A mi várunk vártonyán ez a zászló fog lobogni. A szabadságé. Itt állnak most mögöttem azok az emberek, akik április 8-án a magyar emberek bizalmát kérik. A baloldal háromszor kapott bizalmat, és a Fidesz is háromszor kapott bizalmat. Láthattuk és tapasztalhattuk, hogy milyen országot építenek. Mi most, akik itt állunk fenn, esélyt, lehetőséget és bizalmat kérünk. Esélyt és lehetőséget kérünk ahhoz, hogy bizonyítsunk. Számtalan településen már megtehettük, és büszkék vagyunk. 8 éve készülünk a parlamentben. Több éve készülünk számtalan település élén a feladatra, hogyha a magyar emberektől a bizalmat megkapjuk, akkor egy sikeres és boldog országot építsünk. Ennek a rendezvénynek a végeztével mi, akik itt állunk, veletek, önökkel együtt azt a munkát fogjuk folytatni, amit eddig is folytattunk. Építjük ezt a várat. Azt a várat, amelynek a vártornyáról a szabadság zászlaja fog majd lobogni. Van még 3 nagyon-nagyon nehéz, emberpróbáló, hazugságokkal teli hét. De mi itt fönn azt ígérjük, hogy ezt a várat fel fogjuk építeni. Ha törik, ha szakad. Mi azt ígérjük itt fönt, hogy Magyarországnak a szabadságát vissza fogjuk adni, ha törik, ha szakad. Mi itt fönt azt ígérjük, hogy egy sikeres és boldog országot fogunk önökkel, veletek közösen építeni, ha törik, ha szakad. És mi azt ígérjük itt fönt, hogy ha mi nyerünk, illetve ha mi győzünk, akkor ti nyertek, akkor Magyarország nyer. De arra kérünk benneteket, hogy ebben a 3 hétben, ami még hátra van, sok is, meg kevés is, hogy ebben a 3 hétben, ami hátra van, ti is tegyetek meg mindent a győzelemért. Építsétek velünk együtt ezt a várat. Gondoljatok az őseinkre, akik a vérüket adták ezért az országért, akik sohasem csüggettek, akik sohasem adták föl a reményt. Ők a mi őseink, és mi nekik vagyunk a leszármazottai. Mert mi Attila unokái vagyunk, és Attila unokái nem félnek senkitől, csak a jó Istentől. Ez adjon nekünk erőt, menjünk bele ebbe a 3 évbe, és mentsük meg Magyarországot. Mi így együtt mindannyian. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Uraim, mielőtt mai megemlékezésünket, rendezvényünket befejeznénk a székely himnusszal és a szózattal, előtte néhány ünnepélyes perc következik. A magyar parlament pártjai közül, ahogy azt sokan önök közül bizonyára tudják, az általános képviselői eskütétel mellett a Jobbik politikusai leteszik a Szent Korona előtt is a saját esküjüket. Ez az eskü most és itt fog megtörténni, és ebben hívom segítségül a Szent Korona másolatával, az erekje másolatával Lados Jánost. A képviselőjelölteket pedig arra kérem, hogy az eskü szövegét mondják utánam. Én, Mirkóczki Ádám, a Szent Koronára esküszöm, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselőjeként csak és kizárólag nemzetemet, és magyar hazámat fogom szolgálni. És magyar hazámat fogom szolgálni.
Ellenállok minden anyagi, és hatalmi csábításnak, nem engedek semmilyen külső nyomásnak és fenyegetésnek, óvom és védem nemzetemet, a hazugságtól, a nélkülözéstől, és a szolgaságtól. Minden erőmmel, tudásommal, és tiszta lelkiismeretem megőrzésével, azért fogok dolgozni, hogy a magyarság ügyének, alázatos, és hű szolgája legyek. Amennyiben a Jobbik országos elnökségének, kétharmados döntése szerint, alkalmatlanná válok, úgy képviselői mandátumomat, azonnal visszaadom. Isten engem úgy segíjen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most pedig zárásként, ahogy azt már megszokhatták, Vári Kovács Péter színművész előéneklésével kérem, énekeljük el közösen a szózatot és a székely himnuszt. Maroknyi székely, orlik, mint a szív.
népek harcának zajló tengerén. Fejünk az árnyal százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezzel mai rendezvényünk véget ért. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm és köszönjük, hogy itt voltak, meghallgatták ezeket a gondolatokat, és bízunk benne, hogy együtt, közösen április 8-án leváltjuk őket. Köszönjük szépen mindenkinek, további szép napot!